az őszi ászok fesztivál egy szójátékból kapta el nevezését. Hiszen a borászok, horgászok, vadászok, lovászok, madarászok szókapcsolatot tovább és tovább bővíthetjük. Így ez az ünnep mindenkié. A fesztivál első napján hagyományos szüreti felvonulás és bál, a második napon horgászverseny, halászléfőző versennyel egybekötött gasztronómiai élvezetek, kistérségi idegenforgalmi kiállítás, kirakodóvásár és kézműves foglalkozások közül válogathatunk. Idén is megrendezésre került az Ászok Fesztivál, viszont egészen más módon. Miben különbözik az idei alkalom az előzőektől? A kormányrendelet alapján nem tarthattuk meg a sétányon az idén az Ászok Fesztivált, ahogy tradicionálosan mindig megrendezésre került, hanem itt próbáltuk megtartani az Ács Károly Művelődési Központ szabadtéri színpadán. Ez egy hatalmas kihívás volt számunkra, hiszen egy tradicionálisan évről évre ugyanott, ugyanazon a helyszínen megrendezett fesztivált elmozgatni, máshová beültetni egy kicsikét is, nagy kihívás, hatalmas feladat és komoly átszervezést igényelt. A kulturális programokra fektettük a hangsúlyt, és csodálatos előadó művészeket hívtunk meg, számítva a családosokra, a gyermekesekre, akár az idősebbekre, vagy a felnőttekre. Úgy érzem, hogy komoly merítést tudtunk adni a kedves nézőknek. Milyen sikere volt az előre meghirdetett legszebb balkon, legszebb kert fotópályázatnak, vagy akár a magvarázs alkotáspályázatnak? Nagy sikere volt, hiszen pontosan 1071 szavazat érkezett be az alkotásokra. A feladat az volt, hogy a balkon szépségét, a kertnek a szépségét és az egész elrendezését, munkálatokat kronológiailag sorrendbe foglalva, akár dokumentálva, hogy most éppen az ásás következik, most éppen a veteményezés következik, azokat mi dokumentatíve tudjuk tálalni a kedves nézőknek. A legszebb balkonversenyünkre 20-an, a legszebb kertversenyünkre 30-an, és a magvarázsra is 20-an jelentkeztek. A magvarázs versenyünk piciknek volt meghirdetve, a feladat az volt, hogy kicsi magokból állítsanak össze képeket, akár legyen ez egy napraforgó, egy gólya, egy kertrészlet, egy virág, vagy egy házikó, bármilyen magot felhasználhattak A4-es, A3-as lapokra, fölragasztva, és saját elképzelésük és kézügyességük szerint valósítsák meg. Most pedig a Magvarázs 2020 első helyezettjének a nevét fogom kimondani, Valásik Roxana Vica. Meghívhattunk a legszebb balkon, legszebb kert magvarázs című kiállításunkra egy biokertész hölgyet, Krumpach Erzsébetet, aki nagyon közérthetően fogalmazta meg, mit tehetünk magunk is. Azért, hogy egy élhetőbb közegben élhessünk. Hogyan tudunk gazdálkodni a meglévő zöldségeinkből, gyümölcseinkből, zöld hulladékból, hogyan tudjuk újrahasznosítani azokat. Nagyon sok kérdés záporozott felé, amire nagyon igyekezett válaszolni, és egy csodálatos egy órának lehettünk a tanúi, ittuk minden szavát, és annyira bölcselettel, természetszeretettel szólt a saját kertjéről is, hogy az megható volt. Megemlíteném Galambos Szilviát és Dudás Judit virágkötő alkotót, akik csodálatos háta mögött lehet látni, tök kompozíciókkal örvendeztetett meg minket, és Tóth Benő kertészmérnököt is dicséret illeti,
és annak segédjét, hiszen ők is szenzációs alkotásokkal kedveskedtek a hozzánk betérőknek. Szemlélhetővé vált és megtekinthetővé vált egy gyönyörű kiállítás itt az Ács Károly színházterem falain, folyosón, aulájában, és boldogság volt ezekkel dolgozni, hiszen ezeket keretbe kellett tenni, paszpartúzni kellett, de élmény volt mind, és az volt a legfontosabb, hogy nem mi döntöttük el, hogy ki kap első, második, harmadik helyezetet, hanem a szavazatok döntötték el. Miért legyen kertünk? A kert gyógyítja a lelket, javítja a mentális egészséget és az étvágyat, kiváló testmozgás erősíti a családi kötelékeket, kitartásra nevel és felelősségre, valamint sikerélményekkel is megörvendezhet bennünket. És csodaszép. A balkon kategória nyerteseit fogom szólítani. Harmadik helyezetet ért el Kis Károlyné. Második helyezett Szajp Istvánné. És a balkon kategória győztese Gergő Péter. A kert kategória győzteseit szeretném felsorolni. Harmadik helyezettként Király Jánosnét szólítom. Második helyezett Lulbert Katalin. És az első helyezetet pedig Somogyi Szilviát szólítanám színpadokra. Nagyon jövő évben is legalább ennyien, vagy még többen jelentkeznek majd a felhívásunkra. Felkonferálnám azt a csodálatos kislányt, aki mindenkit elvarázsolt, és összességében 151 szavazatot kapott a Facebook oldalunkon, ő pedig nem más, mint Póris Emma. Bognár Szilvia egy csodálatos előadó művész, akiből árad a szeretet, a bölcselet, a türelem és az alázat. Ő egy olyan előadó művész, aki valószínűleg tartom nem csak a néprajzos tanulmányai során és okán, de a népzenéből is olyat merít, a saját életébe olyat emel be, amely kiváltság. És ő ezt használni tudja. Nem csak az égi adományát, mert olyan hangja van, hanem a személyiségével is elvarázsol. Ez a jó rendi való, nem csinál már a kendi való, a szép kislány arra való, est hajnal van csukra való. Thank you.
A Duna Relax Wellness horgászversenyen Kirtner István, a Ráckevei Horgász Egyesület alelnöke osztotta ki a díjakat, ifjúsági felnőtt és a legnagyobb hal kategóriában. Gyermek kategóriával kezdenénk, gyermek ifjúsági, harmadik helyezést ért el, Rakszegi Zamira, Gyömsőt Horgász Egyesület, 510 g hallat. Második helyezést ért el, Vég Roland, Ráckevei Horgász Egyesület, 2140 g-mal. Első helyezést ért el, és gratulálunk neki, Forrai Márk, Vegyesüzem Horgász Egyesület, 4720 g hallat. Duna Relax Wellness Hoteltől egy borítékot kapott, majd nem mondja el, hogy mi van benne. Lépjünk tovább felnőtt kategóriáról. Harmadik helyezést ért el Varga György, Ráckevei Horgász Egyesület, 5710 g-ban. Második helyezést ért el Tomaszowski Balázs, Ráckevei Horgász Egyesület, 6870 g halla. Végül is a legelső díj, Keresztesi Róbert úr, szintén Ráckevei Horgász Egyesület, 8140 g hallal. Hozzá kell tennem, a Robert is kapott egy ilyen borítékot, és el fogja megmondani, mi van benne. A Relax Wellness Hotel külön díjat is hív a legnagyobb halat zsákmány a horgász részével, ő pedig nem más, mint Mayer Tibor, Ráckevei Horgász Egyesület, 2860 g hallal. Gratulálok! Azoknak is gratulálunk, akik éppen most nem lettek díjazottak, hiszen ők is ugyanolyan lelkesedéssel, hévvel álltak a feladat elé, és minden bizonnyal, ha ma éppen nem, holnap egy fantasztikus falat fognak kifogni. Én is nagy tapsot tapsolok a győzteseknek, és egy kis tapsot magamnak is, mert képzeljétek, amit most fogok mondani, ez olyan dolog, amit biztos, hogy hallottatok már, tőlem az biztos. Dévai Levente, szenzációs fiatalember, előadó művész, aki az egész Ászok Fesztivál második napját segítette nekünk lekonferálni, átvezetni egyik műsorból a másikra, és a kisgyerekek legnagyobb örömére, meglepetésére kezd csináló programokat hozott nekik. Néha egy-egy kalap leesett a fejről, mert éppen ágyudörej hallatszódott, és valami oknál fogva hatalmas szélroham lefújta a kisgyerekek fejéről a kalapot, tehát olyan csodálatos interaktív műsort kaptunk tőle, amelyre nem is gondoltunk volna. Nem sokára egy órakor, tudjátok mi következik? Az van nekem ideírva, hogy nem más, mint állati jó bemutató! A Budakeszi Vadasparkból ide látogató Tóth Gábor mutatott be nekünk olyan állatokat, akik igazán nagy-nagy túlélők a mai világunkba. Sok-sok hasznos, használható információval látva el a gyerekeket és felnőtteket. Ezek közé, a állatok közé sorolandó a róka, egér, patkány, görény, nyest, borz és a kutyus. Mindegyikről elmondta a saját tapasztalatát is, azt a módot, ahogyan ezeket az állatokat meg kell közelíteni, vagy meg lehet közelíteni, vagy éppen kerüljük el őket, éppen azért, mert ők nem emberbaráti közösséget keresnek. Irány a föld alá, a földi kutyához. Üregébe bújó ürge, barna, sárga, fehér, szürke, messze hangzik éles fütyke, sok a járat, sok a féke, szalad, rohan, nem csücsül le, hűde, 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 fürge, én megnézem megkövülve. Föld alatti izgalom, felforgató mozgalom, nagy lyuk mellett kis halom, óriási a forgalom, kimegy be és kijön ki, nem találod úgy
szürke képföldű kutya barna, se fülle, se farka. Szerepeltek ráckeveiek a programban, méghozzá a Pali bácsi által vezetett Bokréta, Kéve, Rőzse együttes ismét tanúbizonyságot adott arról, hogy folyamatosan újra készülnek rendezvényeinkre, folyamatosan megújulnak. A Bara zenekar egy szenzációs talpalávalót húzott, a forgatag, a hevület az nem maradt el most sem. Gyönyörű előadást alkottak nekünk, és nagyon sokan visszatapsolták őket. Mi nyári forróságba rendeztétek meg a fesztivált, őszi hangulat volt a színpadon. Hogyan sikerült kollégáiddal összehozni ezt a gyönyörű díszletet, az installációkat? A ünneplőben látták az Ács Károly Művelődési Központot, az nekünk nagy elismerés, hiszen mi ünnepeltünk a nyár végét, az ősz kezdetét, és reményünk van arra, hogy túljussunk egy nehéz időszakon, hogy hitet adjunk az embereknek. Ünneplőbe kell öltöztetnünk a lelkünket, mindig, minduntalan, és erre való fáradtság nem fáradtság. Az aulában sikerült felépíteni egy kis udvart, egy parasztháznak az elejét. Ott van egy nagyon-nagyon régi kis ablak. Egy férfi ember, aki kimegy a mezőre, és összegyűjti az állatoknak a kukoricát. Olyan szerszámok, amelyeket a régiek eleink használták. Ezeknek az eszközöknek a megjelenítését Kókai Mihálynak köszönhetjük, amelyeknek szépészeti értékük is van. A színháztermünkben pedig helyet foglaltak az alkotások, és a gyönyörű sok-sok színes kép, sok-sok ráckevei porta, ráckevei kert és ráckevei balkon, sok-sok gyerekmunka, és azt hiszem ez így összeadódott.